Laci, te is ezen az iszen állsz. Bea meg a másikot. Bea, Hugi, jól vagy? Minden orrájtos. Na, akkor gyerünk. Na, akkor gyerünk. Késő hajnalon, hogy jársz meg itt nem tudom. Hát itt van a Csabikám, ugye az örök Csabikám. Hát tudni lehet, hogy ez a Csaba név, ez engem nagyon elvarázsolt. Mivel, hogy a egyik... Hát igen, igen, Pócs Csaba volt, ugye. Tehát a vőlegényem, innen üdvözlöm, hát azóta sincs több Csaba, de lesz majd még sok-sok Csaba. Na mindegy, Csaba úgysem volt. Úgysem lesz, volt egy, de több nem lesz. Úgy, hogy mit szóltok ehhez? Na gyertek, fiúk, lambada! Tehát ez a lambada, ugye ez úgy van, hogy egymás vállát, illetve csipőjét is megfoghatjuk, és valahogy ugye ezzel a mozdulattal jövünk hátra. Tehát szeretnék táncosokat találni, lambada táncosaimat, tehát még egyszer megmutatom ezzel. Sejtelmester és a fiúk is ugyanúgy. És néha ugye megpördíti a hölgyet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek! Ezzel a számmal, ha hiszitek, ha nem. Anno annak idején 7 évig dolgoztam, ugye, az USK-nál, kb. Körülbelül, és akkor ugye indultunk ilyen hakni szerűségekre, és hát külföldön, mit adott a Jóisten, képviselhettem ezzel a lambadával, persze portugálul énekeltem, és táncoltuk is. Tehát ez remek volt. Felkaptam mindig egy-egy férfit, megpörgettem, és hatalmasan jól érezték magukat, és mindig jöttek a vendégek vissza, hogy Violetta, lambada, mondom, right, persze. Tehát ez a lambada, ez még mindig él, és szeretnénk visszahozni. Köszönjük szépen! Azt mondja, hogy volt Violetta. Köszönöm szépen! Ennél a dalán mindig úgy szeretem felvenni a boszkeszűt, és ugye énekelni ezt Nacival, illetve legalább Beával boxolni egyet. Na Bea, hoppá, hoppá, jobb, ha leülsz Beám, mielőtt még kikáhozol. Innen engem ugye, ha káho az azt jelenti, már megtanultam a Lacit, hogy puf, és lemben megszívül, és kicsit vagy elesik, vagy nem, vagy fel kell, vagy újra kell éleszteni. Igen. Leó Bégas, itt neked meg a társam alatt. Most pedig fogadjátok szeretettel a K.O. Lacit, akit kérték Budapestről, Katicazul, Halasi Marian kérte Dávodról, köszönjük szépen, és még Mohácsról kérte a Mohácsi Brigitta, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük szépen, hogy ugye nézitek. Én pedig a Didi Lamurnak küldöm a K.O. Lacit, hiszen nagyon-nagyon szereti, és ezt a műsort. Üdvözöllek titeket! Úgyhogy köszönjük szépen! Mit üzensz a közönségnek? Hát remélem tetszett, amit játszottam. És akkor még te tanuló vagy, ugye? Igen. Hányad éves vagy így zenei alapon? Mióta kezdtél el zenélni? Hát 7 éves korom óta, de nem folyamatosan. És most folyamatosan kitanít, illetve kitől szerzed ugye ezeket az órákat? Erről mesélnél? Hát eleinte nagyapámtól tanultam, aztán meg így magamtól netről. Értem. Tehát akkor tanárod? Nincsen. Hogy nincs? Akkor magadtól tanultál így, ilyen szépen? Ezt mindet igen.
Hát nagyon-nagyon gratulálok a szülőknek is, a baráti körödnek, a mennyasszonyodnak és mindenkinek. És hát szeretettel még egy rövid ideig még fogadják, ugye. Hát igen, akkor már sajnos nem fér bele ugye több dal. Akkor a fináléra szólítom fel itt a tisztelt. Bocsánat. Ja, elnézést kérek. Igen, most kaptunk még egy kis plusz időt a dr. Brody Péter igazgató úrtól. Akkor fogadják szeretettel a mi divánkat. Légy szíves, gyere Ébikém, és gyorsan nyomjál egy jó dalt nekünk, mulatos. Laci. Nagyon gyanús ez az elbetű nekem itt. Ugye van itt egy Gyula, de a többi mind elbetű. Hadd szóljon. Szépen köszönöm, úgyhogy betartottad azt a 2 másodpercet. Most pedig a finálé következik, és szeretettel és tisztelettel búcsúzom önöktől. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, ezt a műsorunkat. Szombaton 22 órától 00 óráig meg tudják tekinteni és látni, és nagyon szépen megköszönjük, utána YouTube-ra fog kerülni, jövő héten szintén jövünk P-Violett és K.O. Laci Diridári Mulatosonkkal. A tisztelt előadó művészeket ugye várom, csörrencsetek, gyertek ide ugye körém, tehát úgy csináljuk ugye, hogy senki ne takarjon senkit, anyucikám, gyere ide, ugye igazgató úr mindjárt veszi az egész mindenkit, tehát nem kell félni, senki sem marad ki, nem marad le, úgyhogy köszönjük szépen, Lajos, hogyha esetleg idejönnél, Lajter, itt a kislányod mellett, ugye ott van. Igen, Lacikám a hátam mögött vagy, köszönöm szépen, elnézést kérek. Larikám, idejött mellém, gyere, drágám, itt legyél szorosan, te is, és mindenki, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és szeretettel szívünkből búcsúzunk tőletek. K.O. Lacinak ugye a kedves dalával, hiszen ez nagyon-nagyon jó dal. Köszönöm.